Köszöntöm Önöket, az érdi panorámát látják. Sajtótájékoztatót tartott Témészáros András polgármester a Polgárok Háza dísztermében. A tájékoztató két kiemelt témája az önkormányzatok adósságának átvállalása és a csatornázás volt. Témészáros András polgármester a tájékoztatón egy országos, de helyi vonatkozásban is fontos eseményről számolt be. A héten a miniszterelnökséget vezető államtitkár Lázár János bejelentette, hogy az állam az önkormányzatoktól átvállalja a fennmaradó adósságállományt is. Lényegében a települések 2014 első negyedévétől teljesen mentesülnek a különböző adósságszolgáltatások terhétől. Én azt gondolom, hogy már önmagában az első része az adósságkonszolidációnak az is nagyon hasznos volt az önkormányzatok számára, de ezzel, hogy minden ilyen adósságszolgálatot kivesz az önkormányzatok, hátteréből a magyar kormány, ezzel valóban egy teljesen új és egy teljesen tiszta lap nyílhat az önkormányzati gazdálkodás területén, illetve természetesen ennek lesz egy olyan következménye is, hogy a 2014-től 2020-ig tartó Európai Uniós költségvetésre sokkal könnyebben fognak tudni fölkészülni az önkormányzatok és az önkormányzatok számára megnyíló pályázati lehetőségeket reményeink szerint még jobban ki fogjuk tudni majd mi is használni. Lázár János úr elmondta még azt is, hogy egyébként pedig azt várja főleg a városi önkormányzatoktól, hogy egyfajta gazdaságfejlesztési programot, helyi gazdaságfejlesztési programot is létrehozzon, amelyen lehetővé válik a helyben működő, helyben fungáló kis- és középvállalkozásoknak egy jóval erőteljesebb támogatása, és a kis- és középvállalkozások részére rendelkezésre álló gazdaságfejlesztési összegek, amik szintén Európai Uniós pénzek lesznek ugye 2014-től 2020-ig, ezeknek a felhasználását is tervezetten és lehetőség szerint az önkormányzat koordinálásával lehessen elvégezni és lehessen megoldani. A város által összeállított Batthyány terv tartalmazza az erre vonatkozó elképzeléseket, így Érd felkészült a program megvalósítására. Most, ha még ráadásul egy kis pénz is lesz mellette, én azt gondolom, hogy sokkal sikeresebb lesz Érden is a gazdaságfejlesztésnek ez az ágazat, ami a helyi kis- és középvállalkozókra fog majd vonatkozni. Természetesen ahhoz, hogy a gazdaságfejlesztési terv elkészülhessen úgy, hogy az érintettek számára is megfelelő legyen, ehhez fel kell majd venni az a Pest megyei Iparkamarával, az érdi IPOSZ-szal, a BAGOSZ-szal, tehát a mezőgazdasági termelőknek a szövetségével föl kell venni a kapcsolatot, és egy egyeztetett gazdaságfejlesztési programot fogunk majd elkészíteni. Reményeink szerint ez, mikor a március közepére be kell nyújtanunk a költségvetési tervezetet, addigra ez a fajta tervezési munka is már olyan szinten lesz, hogy nyugodtan tudjuk a jövő évi költségvetést megtervezni. Célegyenesben van a csatornázás, ezzel folytatta a Témészáros András polgármester a sajtótájékoztatót. November 13-án szerdán kezdődnek a műszaki átadások a városban, ezek egy hónapig tartanak majd. Jövőre egész biztosan lesznek még olyan helyek, ahol pótolni kell valamit, hisz a műszaki átadásoknak éppen az a rákfenéje, hogy mindig fölvtár egy-két hibát, de azért arra szeretném fölhívni mindenkinek a figyelmét, hogy a mérnököket nagyon szigorú ellenőrzésre kértük föl. Tehát minden esetben és minden módon a legjobb munkát szeretnénk csak átvenni. Természetesen, mint az előbb már mondtam, lesznek olyan helyek, ahol vissza kell menni javítani. A kamerás vizsgálatok is úgy vannak megrendelve, hogy a legszigorúbb körülményeket kérik számon a kivitelezőktől, és azt is látni kell, és mindenkinek a tudatába kell lenni, hogy nagyon fontos, hogy a föld alatt 2-3-4, sőt sokszor 5-6 méterre elhelyezett csatorna, amikor elkészül, akkor az jó működjön, és nagyon fontos az, hogy ne későbbiekben kelljen, most ebben az etapban kell a javításokat, ahol szükséges megcsinálni, és a kivitelezőknek természetesen a saját költségükön kell ezeket a javításokat megcsinálni, nem a csatorna társulás fizet ezért extra pénzeket, hanem elvárjuk, hogy jó minőségben állítsák elő a csatornahálózatot, illetve hogy jó minőségben javítsák meg utána fölötte lévő utat. Arra a felmerült kérdésre, hogy az úthelyreállítások során miért csak sávosan végzik el a munkát a kivitelezők, szintén válaszolt a város vezetője. Egyszerűen azért, mert a pályázat kiírása, amit az Európai Unió
lehetővé tett, az csak a sávos helyreállítást teszi lehetővé, illetve a meglévő feltételeknek a helyreállítását teszi lehetővé. Ahol nem volt aszfaltos útot, sajnos nem lehet aszfaltos utat helyreállítani, és ahol sávosan vágták fel az aszfaltos utat is adott esetben, ott is lényegében legtöbb helyen csak sávosan lehet helyreállítani. Ebből kivétel az, ahol teljes szélességében volt ugyan valamikor aszfaltos út, de az az idők során megrongálódott, mi mindenütt megpróbáltuk a legtöbb és a legjobb minőségben az utakat is megkövetelni a kivitelezőktől, és hát volt egy olyan szakasz, egy durván 16 kilométernyi szakasz, ami úgynevezett szervizútként épült meg a városban, ott vízelvezetéssel, árokkal, szegélykővel, tehát ott a előírt normatíváknak megfelelően épültek meg az utak, hiszen ezek a szervizutak pontosan azt a célt szolgálták, és azt szolgálják, hogy az építkezés során a megközelíthetőség, illetve az építkezés ideje alatt a telkeknek a megközelíthetősége megoldott legyen. Témészáros András polgármester a tájékoztató végén hozzátette, hogy az elmúlt 2 évben 40 kilométer új pormentesített út épült a városban. Ez az infrastruktúrális fejlesztési program szempontjából a csatornázással együtt történelmi mérföldkő a város életében. Költségvetés, rezsicsökkentés sajtótájékoztatót tartott dr. Aracki András országgyűlési képviselő. Mammográfiai szűrés a program december 2-ától indul az érdi szakorvosi rendelőintézetben. Az emlékezés napja az 1956-os forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztek november 4-én. Heti hír összefoglalón következik. A kormány most terjesztette be a 2014. évi költségvetési tervezetet a hozzá kapcsolódó adótörvényekkel. A parlamentben az erről szóló vita már elkezdődött, ezzel kapcsolatban pedig dr. Aracki András hangsúlyozta, hogy ez a költségvetés a stabilitás költségvetése lesz. Végül is a magyar költségvetés azért stabil, mert mögött egy rendkívül stabil adórendszer van. Hasonlóan a tavalyi évhez most is elmondhatjuk, hogy a főbb adó eszközök, a fő adónemek nem módosultak, így már 2011 óta, gondolok itt a személyi jövedelemadó mértékére, a társasági adó mértékére, az áfa mértékére is, meg a jövedéki adónak a mértékesen változott. Ez egy nagyfokú stabilitást ad a gazdaságnak, ami szerintem örömteli dolog. Vissza lehetne nézni a rendszerváltás óta eltelt időszakot, hogy mikor volt ilyen hosszú, stabil költségvetése és stabil adózása a magyar gazdaságnak. Én ezt sikerként értékelem, és azt is lehet látni a legutóbbi külföldi nyilatkozatok, ez az Európai Bizottság véleményére is figyelemmel, hogy a külföld is úgy ítéli meg, hogy Magyarországon a pénzügyi helyzet, a gazdasági helyzet stabil, hosszú távon is tarthatóak azok a célok, amelyeket 2010-ben megfogalmaztunk, 3% alatti költségvetési hiány, csökkenő adósságteher és alacsony infláció. A politikus egy nyilatkozat elfogadásáról is beszélt, ebben a magyar parlament kiáll a rezsicsökkentés mellett, ezzel is megvédve a magyar állampolgárok érdekeit az Európai Unió egyik bizottságának a nyomás gyakorlásával szemben. Kifejeztük azt a szándékunkat, hogy minden eszközünkkel az emberek mellé fogunk állni. Ez a nyilatkozat azért is fontos számomra, mert az egyik benyújtója voltam, és a vitában is sikerült megvédeni ezt a nyilatkozatot. Tulajdonképpen a parlament többsége ellenzéki oldal is voltak támogatói, tehát támogatta, kivéve a Magyar Szocialista Pártot és annak frakcióját, ugyanis ők most is a multinacionális szolgáltató cégek oldalára álltak, és nem álltak ki a rezsicsökkentés megvédése mellett. De hát ez az ő bajuk, majd 2014 áprilisában mindennek meg lesz az ára, és mindennek meg lesz az ellenértéke. Dr. Aracki András hangsúlyozta, hogy a klasszikus értelemben vett rezsicsökkentés mellett az állampolgárokat érintő banki költségek terén is voltak kedvező változások az elmúlt időszakban. Két típusú rezsicsökkentést hajtottunk végre, vagy terveztünk el végrehajtani novemberben. Az egyik a pénzügyi rezsicsökkentés. Ennek tükrében is emiatt döntöttünk úgy, hogy a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében ingyenességet biztosítunk,
bizonyos összeghatárig, nevezetesen havonta egy bankkártyáról, egy bankszámláról bankkártyával 150 ezer forintig ingyenes a felvétel, de akinek van bankszámlája, nincs bankkártya, ilyenek is számosan vannak, főleg a nyugdíjasok között, azoknál a banki pénzkivétel válik ugyanilyen mértékben ingyenessé. A másik fontos terület volt, hogy 11,1%-kal tovább csökkentettük a villany, a távhő és a gáz szolgáltatásnak a díját. Ez november 1-től lépett hatályba. Ez a díjcsökkentés a decemberi számlákban, azaz novemberi fogyasztás után kiáltott számlákban érvényesülni fog. Ez egy további könnyítés az embereknek. Egy átlagos család ezáltal, egy átlagos fogyasztású magyar család ezáltal körülbelül 100 ezer forinttal kevesebbet fizet ki egy évben gázra, villanyra és távhőre. Ez is egy jelentős csökkentés, úgy gondolom, és a megélhetési költségeket is könnyebbé teszi, illetve a megélhetést teszi könnyebbé. A rezsicsökkentés az inflációra is kedvező hatással van, ez a folyamat az ország gazdasági növekedését is fokozza. Ha alacsony az infláció, akkor biztos van megélhetés, értékállóbbak a fizetések, könnyebben lehet vásárolni, és mindemellett a hitelezés is beindulhat, mert alacsonyabbak emiatt a banki kamatok is. Tehát ennek a rezsicsökkentésnek azon túl, hogy, mint mondtam, 100 ezer forinttal kevesebbet kell kifizetni az ilyen szolgáltatásokra egy átlagos családnál, azon túl gazdasági élénkítő hatása van, és a gazdasági stabilitást erősítő hatása van, amely nélkül egyébként nem lehet biztosan számítani a gazdasági növekedésre. A devizahitelesek megsegítésével kapcsolatban a Fidesz-KDNP frakció benyújtott egy törvényjavaslatot, amely szerint az árfolyamgát intézménye bővülne a jövőben. Nem szükséges az, hogy 90 napon túl tartozása ne legyen az illető személynek, hanem a sokkal több is lehet, tehát hosszabb idejű tartozás is fennállhat. Másrészt nem szükséges az sem, hogy a felvett hitel mértéke ne haladja meg a 20 millió forintot, és ezáltal remélhetőleg minél több ember tud ezzel a lehetőséggel érni, sőt, tovább megyünk a tekintetben, hogy a rezsiszámlán, illetve a gyűjtőszámlán fennálló összegre az állam garanciát vállaljon, arra kérjük a bankokat, hogy csökkentsék le a fennálló tartozásokat legalább olyan szintre, amennyi a fedezetül adott ingatlan értékének 95%-a. Számos olyan eset van, amikor már a fedezeti ingatlan értékét jócskán meghaladja a fennálló tartozás, kamatokkal, késedelmi kamatokkal együtt fennálló tartozás. Ha a bank biztos akar lenni, hogy hozzá tud jutni majdan a türelmi időszak után a árfolyamgát miatt keletkezett gyűjtőszámlán levő tartozásokhoz, és erre állami garanciát akar kérni, akkor engedjen ő is, és engedjen adósságokat. Meglátjuk, hogy ez hogy fog működni. Én nagyon bízom benne, hogy jelentős adósság elengedésre fognak a bankok ajánlatot tenni az adósok részére. A kormányzati munkáról és döntésekről legközelebb december 5-én csütörtökön tart majd sajtótájékoztatót dr. Aracki András a Polgárok Háza dísztermében. Az időben felfedezett emlőrák jó eséllyel gyógyítható, és hazánkban a leginkább érintett korosztály számára ingyenes szűrési program működik. A megelőzésben fontos szerepet játszanak a szűrővizsgálatok, amelynek első és elengedhetetlen lépése az önvizsgálat. A további vizsgáló módszerek közé tartozik többek között a mammográfia is. A szűrővizsgálat az a tünet és panaszmentes egyének vizsgálata, annak megállapítására, hogy a vizsgált személynél van-e eltérés. Magyarországon szervezett mammográfiai szűrés 2002. januárja óta működik. Ez a szervezett szűrés, ez azt jelenti, mindenféle előzetes orvosi vizsgálata nélkül az adott személynek, pusztán adminisztratív jellemzők alapján, annak alapján, hogy ő nő, annak alapján, hogy ő 45 és 65 év között van, és annak alapján, hogy 2 éve nem állt mammográfban, kap egy levelet. Ez azért elég megdöbbentő dolog, hogy egy röntgenvizsgálatot, egy orvosi vizsgálatot mindenféle előzetes rátekintés nélkül küldünk egy asszonynak. Ezt azért tehetjük meg, mert a világban rengeteg sok eredményből azt látjuk, hogy ebben a korosztályban, a 45-65 év közöttiekben, ilyen intervallumban, 2 évente elvégezze a vizsgálatot,
hasznos, hasznuk van belőle az asszonyoknak. Alatta, fölötte, gyakrabban szükség van arra, hogy egy orvos megvizsgálja és eldöntse, hogy szüksége van-e valamilyen vizsgálatra, és ha igen, mire. Erről a korosztályról ilyen gyakorisággal tudjuk, hogy hasznos. Honnan tudjuk? Onnan, hogyha ezt megfelelő idő keresztmetszetben megfelelő gyakorisággal elvégzik, akkor ebből a betegségből, az emlőrákból eredő halálozás csökken. Ez a csökkenés mértéke körülbelül 30%. Mit jelent? Hogy minden három halálesetből egy nem következik be, hogyha ezt a szűrővizsgálatot megfelelően végezzük. A maradék kettő ember is kevesebb, enyhébb, kisebb megterhelés jelentő kezeléssel jobb életminőséget érhet hosszabban. Jó lehet, hogy az ő halálához valamilyen módon köze lesz. De egy embernek a halálához, tehát egy ember halálát azt meg lehet előzni ezzel a szűrővizsgálattal. Az emlőrák magas halálozási aránya miatt jobb minél hamarabb felismerni a rákot. A kisebb elváltozások még nem tapinthatók, azonban a mammográfia során már kimutatható. Minden 8.-9. hölgyben élete folyamán biztosan kialakul emlődaganat, és ennek nincsen más módja ezt megúszni, mint hogy szűrésekkel járni. Akkor is ki fog alakulni, csak akkor nagyon korán meg fogjuk tudni találni. Mi radiológusok, tehát ez a radiológia szakmának a feladata az emlőszűrés, a mammográfiás filmek leolvasásával egészen kicsi 2-3 mm-es daganat kezdeményeket is meg tudunk találni, ami gyakorlatilag az életét jelenti a hölgyeknek, mert mint ahogy ez itt elhangzott, ezek a hölgyek még nem tekinthetők betegnek, csak egy daganat kezdemény van bennük, amit megfelelő kezeléssel 90% fölötti valószínűséggel meg lehet gyógyítani. Az idővel ez romlik, tehát hogyha valaki nem jár szűrésre, vagy csak nagyon-nagyon ritkán jár, tehát nem tartja be ezt a 2 éves ciklust, hanem 5 évente jár, akkor lehet, hogy elő fog kialakulni a daganat komoly változata, mint hogy azt meg lehetne találni. Érden 12 éve végeznek diagnosztikai mammográfiás vizsgálatot évente 7000 alkalommal. Az első mammográfiás szűrővizsgálatokat pedig december 2-ától kezdik el végezni Érden. A 45 és 65 év közötti korcsoportba tartozó nők automatikusan behívót kapnak 2 évente mammográfiás szűrővizsgálatra. Amikor a meghívót megkapja a hölgy, és itt szeretném elmondani, hogy itt most első körben a 65 éves hölgyek behívását terveztük megtenni. Tehát levelet kapnak, azon a levélen lesz egy időpont, és lesz egy telefonszám. Tehát ha az időpont nem megfelelő, akkor tudja módosítani az időpontot. Erre az időpontra bejön néhány anamnézisre vagy múltjára vonatkozó kérdéseket fog kapni, vagy egy papírt kap, amin ő ezt kitölti, tehát hogy volt-e korábban emlőbetegség, a családban volt-e, hormonpótlásban részesül-e, és hasonló hormonális kérdések. Ezután befárad a mammográfiás szobába, ahol az asszisztensnő megvizsgálja, ezt egy külön papíron nekünk orvosoknak jelzi, hogy találta valamilyen eltérést, elváltozást, és ezután megcsinálja a 4 alapfelvételt, és a hölgy elmegy. Ezután a mammogramok kiértékelését egymástól 2 orvos függetlenül végzi, és az eltérést, amit találunk, ezt átbeszélve a pácienseket, a hölgyeket visszahívjuk úgynevezett kiegészítő vizsgálatokra, amely ultrahangból állhat, esetleges mintavételből. A mintavétel ugye lehet vékonytű, azaz vastagtű mintavétel, és hogyha itt a vizsgálatsor még mindig nem ad megfelelő választ az elváltozásra, akkor lehet a kiegészítésként esetlegesen MR-vizsgálatot kérni, amelyet természetesen megszervezünk a hölgyeknek. Az első behívókat 2 hét múlva kezdik el küldeni. Az érdi 3-as keresztnél gyűltek össze az emlékezők, akik közösen énekelték el a himnuszt. Nemzeti imánk után pedig Szersény Gyula színművész, Döbrentei Kornél halottak napi versét adta elő. Nem üszkösödő vád van a gyertyalobogásban. Vérrel nemesített ősz termését bitófacsősz őrzi cselédmódra jól. Kébehorgadt kampó alól végső büszke kiáltás szétrepeszt börtönfalat, s iszonyúan abba marad.
dacteli csöngye mázsás súlyként döndül a tájba, s újra lesben apányva, a rend bosszúval bagzó, tüntetés a harangszó. Ezt követően Témészáros András, Érd megyejoguváros polgármestere mondta el megemlékező beszédét, aki hangsúlyozta, hogy 1956. november 4-e a terrort, a bosszút, valamint az elnyomás évtizedeinek a kezdetét jelentette. Nincs lelke annak, aki mindenre harag nélkül emlékezik. Lelketlen az, aki mindezt képes elfelejteni, és naívak azok, akik mindebből semmit sem tanultak. Igen, rájuk gondolok. Azokra, akik két héttel ezelőtt álszent arccal álltak az emlékezők között, miközben 7 éve már, hogy nap mint nap védik a tömegbelövetőket. Védik ma is, amikor már halálos áldozata is van a Gyurcsány-bajnai kormány erőszakos fellépésének. Igen, rájuk gondolok a mai gazemberekre, akikben nincs szégyenérzet, nincs részvét. Nincs egy bocsánat kérő szavuk sem az áldozatok családjához, közösségéhez, a magyar nemzethez. A tömegbe lövetőkre gondolok, az őket támogatókra és az őket mentegetőkre. A szobordöntögetőkre, a rágalmazókra, a hamisítókra. És nem gyászolhatjuk békülő szívvel mártírjunkat addig, amíg ők mentséget találnak a nemzet ellen elkövetett gyalázatukra. Mi egy romjaiba szakadt országot igyekszünk talpra állítani, ők kizárólag az erőszak privatizációján törik a fejüket. Mi szobrok mellett emlékezünk hőseinkre, ők szobrok fejét röhögve rugdossák. Mi békésen ünnepeljük több százezren együtt a szabadságnapját, ők néhány tízezren egymással is összevesznek. Mi szabadságot, függetlenséget, fejlődő országot szeretnénk, ők pedig 3 magyar baloldali milliómos egymás torkát harapja a hatalomért. Ez az ő ígéretük a jövőre. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 56-os forradalom eltiprása után a hatalom megpróbálta cinkosává tenni a nemzetet. A hallgatást ajánlották a tisztázás helyett. A nyugalom látszatát az építő béke helyett. Ezt ajánlották nekünk a baloldali kormányok 1989 előtt, és ezt ajánlják 1994 után is, és ezt ajánlják most is. Ugyanazok, ugyanazt. Hallgatást, látszatországot. De a magyar nemzet nem ilyen. Nem lehet vevő az álságra többet. Hőseink, mártírjaink vére írta történelmünket, és emlékükhöz csak úgy leszünk méltók, ha soha többet nem engedünk a rossznak, a gonosznak, az erőszaknak, az acsarkodásnak, a kisemmizőknek. Kedves barátaim, tisztelt ünneplő közösség, az Isten áldja meg Önöket, az Isten áldja meg Magyarországot. Az 1956-os eseményeknek Érden is voltak áldozatai, közülük Téglási Andrásra emlékezett Pergel Antal történész. Tiszti hallgató volt Szentendrén, amikor megkezdődött a forradalom. A főiskoláról hazatérhetett volna, ő azonban egy másik megoldást választott, Maléter Pállal, a Kirián laktanyához mentek több más társával egyetemben, ahol rendezték azokat a rendezendő dolgokat, amelyek akkor voltak a szovjet katonák, a magyar katonák, illetve a korvinközi felkelők között. Október 31-én, amikor megalakult a nemzetőrség, Téglási András is belépett a nemzetőrségbe, ekkor megint hazatérhetett volna, vagy talán megint hazatérhetett volna, és talán még most is élne, azonban egy másik megoldást választott, Budakalászra ment, ahol nemzetőrként naponta járőr tevékenységet folytattak a rend fenntartása érdekében. November 10-én éppen megint járőrözni indultak, amikor meglehetősen messziről, mint egy 1,5-2 kilométer távolságból egy szovjet mesterlövész lőtt rá a 3 járőröző magyar katonára. Az első lövés még elkerülte Téglási Andrást, a földre vetették magukat, bízva abban, hogy újabb lövések nem következnek be. András a fejét fölemelte, hogy körülnézzen, merről várható esetleg újabb támadás, ekkor érte a szovjet mesterlövész újabb golyója. Ez a lövedék
az életét oltotta ki Téglási Andrásnak. Az Irdi temetőben van Téglási András sírja, egy fénykép van rajta, katonaruhában ábrázolja Téglási Andrást, de úgy gondoltuk a családdal, a hozzátartozókkal egyetemben, hogy ha már egyszer valakiről szó van, aki több évtizeddel ezelőtt halt meg, ma a 80. évében járna. Azonban jobb, úgy gondolom, ha úgy emlékezünk rá, mint ahogy mindenkire, ahogy elment. Ezen a fényképen Téglási András úgy látható, ahogy elment. Érd megyejugú város nevében Témészáros András polgármester és Segesdi János, illetve Tóth Tamás alpolgármesterek helyezték el az emlékezés koszorúját, valamint pártok, civil szervezetek és magánszemélyek is tisztelegtek a hősök emléke előtt. A zöld és biohulladék elszállítás november 9-én szombaton indul, reggel 7 órától járják az ETH járművei az utcákat. Szamek Zsolt, a cég ügyvezetője arra kéri a lakosságot, hogy az ingatlanok elé időben kerüljenek ki az elszállítandó zsákok és a szabályszerűen kötegelt gallyak is. Egy-egy területen több autóval gyűjtünk, és ugyanabban az időpontban több helyről kezdjük meg a hulladék elszállítását. Ez az legfontosabb. A másik, hogy a korábbi évek gyakorlatának, illetve az önkormányzati határozatnak megfelelően a gallyakat méterhosszra levágva, kötegelve egy ölnyi méretben, a zsákokat azt pedig a hirdetményünk szerint lehetőleg nyitva helyezzék ki. És itt is szeretném fölhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy a ilyen kúlákba kirakott össze-vissza gallyakat sajnos járatszerűen nem tudjuk kezelni, tehát annak az elszállítására ne számítsanak. Mennyiségi korlátozás nincsen, azonban a kirívó eseteket dokumentálják a cég munkatársai, tette hozzá Szamek Zsolt. Úgy gondoljuk, hogy egy-egy ingatlannál körülbelül 5-10 zsák az a zöld hulladéknyi mennyiség, ami életvitelszerűen keletkezik, tehát hogyha valaki azért 50-100 zsákot kihelyez, az valószínű, hogy az az ingatlan már meghaladja azt a méretet, amit a közszolgáltatás keretében ilyen szempontból el kellene látni. Az ETH dolgozói a zöld hulladékot tartalmazó zsákokat a helyszínen szúrópróbaszerűen ellenőrzik, és amennyiben abban idegen anyagot találnak, úgy a teljes mennyiség elszállítását is megtagadhatja a szolgáltató. Amennyiben véletlenül ilyen előfordul, az ürítést végző kollégáink ezt átválogatják, de ha véletlenül olyan hulladék kerül be, ami elkerüli a figyelmüket, akkor sajnos előfordult már, hogy az egész autót visszautasította a komposztáló, és el kellett vinnünk lerakóba a zöld hulladékot. Az idei zöldjárat december 7-éig tart, a pontos utcabeosztásról a cég honlapján a www.eth-ért.hu oldalon is tájékozódhat a lakosság. Az érdi panorámát látták, adásunkat megnézhetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! We'll be right back.